Hello, szok, sziasztok, én Orion vagyok, és elérkeztünk a Hogyan lettem híres színész második részéhez. Most minden teljesen tökéletes, akkor keressünk egy munkát. Itt van, színész. Csatlakoznunk kell egy ügynökséghez. Keressünk meghallgatást. Kezdés holnap 9 óra. Éjjel. Tehát pont egy nap múlva. Na akkor nagyon jó, hogy elkezdte gyakorolni, akkor folytass tovább a gyakorlás. Szóval, amíg Zsolt Szim gitározik, addig el szeretném mondani, hogy ugye a színészkedés az nem egy kötött munkaidő. Úgy, mint ugye amikor, ja Istenem, amikor orvos voltam, hogy bementem akkor dolgozni, nem mindig ilyen meghallgatásokra kell járni, és akkor ebből szerzünk pénzt. Zenekedvelő Zsolt, ugye zenekedvelő, ezek a szimeknek szükség van. Aha, jó, hívjuk be őket, csak légy szíves, menjön már fel a Guitar Skillünk 2-ig. Ők meg elmentek. Hát nem vagyunk túl jó vendéglátók, azt kell, hogy mondjam, szerintem. Á, mondjuk de. Gyakoroljunk még egy kicsit. Sosem baj, szerintem, hogyha nem csak a kettes szintet produkáljuk, hanem egy kicsit annál is tudunk többet mutatni. Egyen ebédet, mondjuk grillezett sajtot. Azt akarom megnézni, hogy mi kell ahhoz, hogy előléptessenek. Előléptetéshez szükséges a magabiztosság. Háromféleképpen tudunk magabiztossá válni, legalábbis itt az otthoni körülmények között. Az egyik, amikor ugye a tükörbe vagyunk, és akkor a tükörbe felfrissülünk, aztán amikor a mosdókajlóban fogat mosunk, illetve ha főzünk teát... Ú, te jó Isten! Lehet, hogy kivették a játékból? Lehet. Most így hirtelen nem tudom. Hát ilyen 11 körül szerintem, hogy ágyba bújjunk, az teljesen tökéletes lesz. Ne! Itt lehet horgászni! Ő... Flex. Markus Flex. Oké, majd lehet, hogy vele összebarátkozunk, ő szimpatikusnak tűnik. Aki ugye horgászik, az jó ember. Tartja a mondás. Dédapám mondása. Az úgy jó! Az úgy nem jó. Ugyanis a hírességnél azért fontos, hogy milyen hírességek vagyunk. Ergo, hogyha sok ember nem szeret, vagy a legtöbb ember nem szeret, az nyilván nem jó színben tüntet fel. Potenciális csulapont lenne, tudod. Őket majd újra át kéne hívni, mondjuk meghallgatás után. Válasszuk ezt. Comedy level 2. Level. Menjünk el a parkba mondjuk, és akkor ott tudunk emberekkel beszélgetni, és akkor ott viccelődünk. De nem túl jó az idő, mondjuk úgy, és menj a fenéből, senki sincs itt. Keressen békát. Hát inkább ne keresünk. De ott van egy csávó. Komédiajártasság, na az kellett nekünk, vicces. Nem, akkor vele. Meg több választás, vicces. Mondjuk humoros történetet. Hol tart ez a jártasságunk? Komédia. Hát, még azért elég gyerekcipőbe járt, és szerintem kivitelezhető. Mondjon majmos viccet, villancsan örült szemeket. Jézusom, ez mi volt? Dilis. Vettük észre. Mondjuk pont mi voltunk dilisek. Az a komédia jártasságot szerzünk, hogyha ide kiállunk és így éneklünk. Nem, az inkább singing. Jó, akkor ezt fejezzük abba. Komédiát amúgy még mivel lehet feltornezni? Az első mondat az nagyon filozófikus. Amint rájön, hogy minden egy vicc, azt is fogja tudni, hogy komikusnak lenni az egyetlen dolog, aminek van értelme. Mikrofonálványnál tudunk, akkor húzzunk haza. De hogy ezeken miért nem jutott eszembe, azt nem tudom. Üzem megy fel egyébként? Nem hinnem. Practice singing-en megy fel. Nem megy fel. Úristen! Bizú, Béla, figyelj, tudom, múltkor kérdezted, hogy miben tudnál segíteni így a Simpsons-gel kapcsolatban, és gondolkodtunk, és a Simpsons-ben ugye lenne egy mikrofonálvány, ahol többek között tudnának a játékosok gyakorolni, énekelni. Igen. Nyilván lenne egyfajta fejlődés. És a fejlődés az ugye úgy néz neki, hogy mikor elsőnek kezdesz énekelni, az nem, az annak rosszabbnak kell lennie, mint amikor eléred mondjuk a 10-es szintet. Jó. És hát az a helyzet, hogy még erre nem igazán van szinkronunk. Majd adok időpontot, de be tudnál jönni, légy szíves, és hát ott a mikrofonba kéne itt kerákogni, meg tehát direkt rosszul kéne énekelned, de ebben benne vagy?
Tessék! Akkor menj a vécére, addig kitalálom, hogy mit kéne. Várjál, hogyha olvasunk valami vicceket az interneten, esetleg, talán, olyat tudunk? Írjon vicceket, azzal csak fejlődik a komédiánk. Na, úgy van, fejlődik, jó? Ó, lehet, hogy kapása van. Kapása van! Csupán elszakadj! Kifogott egy ládát. Zsolt mostantól kimondhat kop-kop vicceket más szimeknek. Teszteljük, teszteljük. És akkor mondjunk neki kop-kop viccet. Mert hát miért nem? Mondjuk humoros történetet. Na már több mint kettő van, az szuper. Ne! De úgy látom, hogy te valami katona vagy. Teenager. Hát te, barátom, mindennek kinézett, csak teenagernek, nem? Kérdezzük. A karrierjéről, hát 14 évesen milyen az úgy jó. Magabiztos lecke Zsolt, magabiztos. Ezzel a jellemvonással rendelkező szimeknek több az önbizalmuk és gyakran extra határozottsága bírnak. Ennek örülök. Ennek nagyon örülök. Ne is álmodj arról, hogy te ide jössz. Jézusom, ez a vámpír, nem? Nézzem vicces videókat a Sims.tv-n. Persze, hogy ott hagyod lent a könyvet a földön. Egyen villás reggelit és szalonnás rendot, tehát mert az finom. Oké, akkor edd állva, hogyha mert nem szeretnél leülni ide. Mondjuk amellé a romlott tányér mellé lehet, hogy én se ülnék be olyan szívesen. Mostantól készített és előadott különféle rövid előadásokat és a számítógépen és a mikrofonon. Gyors frissítő zuhanyt vegyél, légy szíves, illetve mossunk fogat. Szuper! Átmentünk. Lehet, hogy én vagyok a nagyon értetlen, de most az ugye a rossz hír, hogy nem hívnak vissza. Viszont az a jó hír, hogy megkaptam ezt a cuccot, szóval... Jaj, ne, aludj, és őt meg végképp ne engedd be. Mindenki kivéve Zsolti. A naptárban nézzük meg, holnap után lesz az első munkánk. Jó, szuper. Menjünk is a WC-re, azután most már nyugodtan vegyen egy forró gőzös zuhanyt is akár. Bár azt tudom, a férfiak meg nem túl jó, de mindegy. Énekeljünk is. Az se rossz szerintem egy színésznek, hogyha van hangja. Illetve hát remélem azzal fel tudjuk egy kicsikét tuningolni a szórakozást is. Ami fejet vág közben, olyan meggyőző, nem? Tehát még komolyan el is hiszed. Hogy neki jó hangja van. Gyakorod, aztán jó lesz. Vagy nem. Oké, most már tudunk duett popszongokat játszani másik szímekkel. Ez fantörpikus. Akkor most már szerintem feküdj vissza, azt aludjál egy jót. Ja, Istenem! Ohoho! Szóval ehhez, hogy előléptessenek, nem, a felkészüléshez kell komédia, készítsünk egy rövid előadást. Írjuk vicceket. Ha az jó, akkor én... És az meg jó. Hát akkor rohagyjál meg. Ott van 75% kész. Teljesítve, szuper. Lógjanak a jelenlegi telken, mondjuk őt. Aztán valószínűleg benne lesz. Hívja át. Gondolom, az a hívja be akarna lenni. Na, szuper. Akkor beszélgessünk itt. Akkor nem tudsz bejönni, örülök neki. Akkor tegyünk rá jó benyomást, mert azt tudtam a vicces kategória. Viccesben még gift funny gift. Viccelődjünk a politikáról. Viccesi daráljuk még funny face. Csináljunk vicces arcokat, mondjuk humoros történetet, mondjuk ufós viccet, az alienekről, felkavaró történetet. Az a helyzet, hogy most mivel meghallgatásunk lesz, ezért most ilyen cuccukban nem akarok bebonyolódni. Sőt, szerintem menjünk is aludni. Itt meg szépen megkérjük, hogy távozzon, gyakoroljuk a beszédet magabiztosan. Jaj, de jó, felvidítettünk más szímeket, de jó. Na, most már hagyd abba a beszédgyakorlást. Eleget beszéltél, haló? Úgy mossál fogad, mondom. Mondom, mossál. Hát, hogy félúton úgy abba hagyta. Join. Megérkeztünk a stúdióba. És ahogy látom, itt balra, itt vannak különféle feladataink. Elsőnek is csináljuk meg a hajunkat, amit gondolom itt lehet megcsináltatni. Igen. És ez most így nem akar kipipálódni? Akkor szerintem még egyszer. Talán. Szuper. Akkor menjünk ide a kosztümhez. Uncreated extra. Oké. Na, orvosok leszünk. Mondjuk el egy sztárnak a szövegünket. Ő meg ott közbött közénk át, nem baj. Get note from a director. Azt gondolom, hol van a direktor?
5. Nem ő az, de ő az. Jó. Akkor neki is be kell mutatkoznunk, de jó. Mondjuk el nekik, hogy készen vagyunk. El tudjuk már kezdeni a szövegünket. Szerintem nekünk kezdésnek mondjuk álljunk ide. Mondjuk el vagányan a viccünket. Ugye ezért kellett fejleszteni a komédia jártasságunkat, ugyanis most egy olyan jelenetet kaptunk, egy olyan reklámfilmbe fogunk szerepelni, ahol egy viccet kell mondanunk. Raga! Bambufa, Yibs, Zoli Bambo, Zoli Boof, Plarga Ufa, Ufaloi, Yibs. Azt kell színészkedni, de jó? Mi a baja? Fáj a szeme? Megnézem. Nincsen semmi baja. De azért felírunk neki egy ilyen szemcseppet. Egyébként ebben nem tudom, hogy mi volt az ilyen riszki. Mekkora stáb áll mögöttem? Egyébként ma voltam egy forgatáson, egy reklámfilm forgatáson. Amiről majd láthatok egy hogyan készült videót, vagy lehet, hogy már ezelőtt láthattátok, nem tudom. De érdekes volt nagyon. Szerintem kimaxoltuk, simán kimaxoltuk ezt a forgatást, legalábbis az összes feladatot teljesítettük. Hát a szórakozás ember, most meséltünk vicceket, és hát akkor színészkedtünk, hát lehet ez nem számít. Amúgy tök jó, hogy itt adnak kaját, nem? Na, aranyat kapott. Szuper! Előléptetek minket backgroundor. Tehát van olyan background, meg olyan is, hogy door. De olyan, hogy backgroundor, olyan nincs. Istenem. Ami, hát háttérszínész.